Szeretettel köszöntöm Önöket, mindazokat, akik ma itt megjelentek ezen a napon Hajós Város Önkormányzata nevében. Umenofer Pál hajósi festő kiállításán, mint ahogy a meghívóban is láthatták, a sváb festő képeit láthatjuk itt, de nem csak a képeit láthatjuk, azt is láthatják Önök, hogy egy egész széles és érdekes dokumentumokból és tárgyi eszközökből összeállított gyűjteményt mutat be nekünk Umenofer Pál. Ez a mai esemény Hajós 300 éves újra településének, az őseink betelepülésének 300 éves évfordulója tiszteletére megrendezendő emlékévünknek egyik első mozzanata. Én nagyon örülök annak, hogy itt a művelési ház felújított galéria részén Umenofer Pali lehet az első, aki ezt a kiállítóteret használatba veszi. És olyan képekkel, olyan tárgyakkal jelentkezik, olyan képeket mutat meg nekünk, amelyet lehet, hogy már sokan ismerünk, de nem nézhetünk elégszer meg. Nem tudunk elmenni egy-egy képed mellett, Pali, úgyhogy ha százszor is láttuk, 101-szer is ne nézzük meg. Nagyon fontosnak tartom, hogy Pali életművének a legjelentősebb része a hajósi múlt, a hajósi sváb paraszti lét mindennapjait és ünnepeit, fontos eseményeit örökíti meg. Hogyha végignézünk a képeken, akkor láthatjuk, hogy igazán elmondhatjuk, hogy a bölcsőtől a koporsóig sok minden olyan mozzanatot örökít meg, ami számunkra azért is lesz fontos, hogy az utódoknak hagyományként átadhassuk. Hiszen, Pali, ne haragudj, talán már az utolsó mohikánok egyike vagy, aki még a saját szemeddel láttad ezt, saját magad élted át, saját magad vettél részt ezekben a tevékenységekben, ebben a közegben nőttél föl, együtt lélegeztél azokkal az emberekkel, akiknek az alakját te itt meg örökítetted számunkra. Pali számtalan díj birtokosa, nem is tudom elsorolni, többek között Hajósváros kitüntetésének a birtokosa is, vagy Pilinszky díjas, egyéb nagydíjas, országos nagydíjas kitüntetés birtokosa is vagy. De én azt hiszem, hogy mi hajósiak, mi született hajósi svábok vagyunk azok, akik igazán érezzük azt, hogy te mit is akarsz a képeiddel mondani. Mi vagyunk a leginkább fogékonyak a te munkáidra. Mi látjuk azt, hogy mi az, amit közvetíteni akarsz számunkra. És ugye azt szokták mondani, hogy minden ember a saját hazájában lesz nehezen proféta. Tehát a hajósiak a legnagyobb bírálóid is, a legnagyobb kritikusaid is. De én azt hiszem, hogy mindannyiunk nevében, akik itt vagyunk, elmondhatjuk azt, hogy szeretjük a képeidet, szeretjük az alkotásaidat, és erre legyél nagyon büszke, hogy a hajósiak téged ezért nagyra becsülnek, és elismerik a munkádat, és természetesen köszönjük is. A legáldázabb ellenségeid sem mondhatják rád azt, hogy te egy unalmas ember vagy. Sőt, azt kell mondanom, hogy egy konfliktusos ember vagy, egy összeütközéseket kereső ember vagy, de talán saját magaddal kell a legnagyobb csatákat megvinni. És azt hiszem, hogy van neked egy hatalmas nagy ajándékod az életben, az, hogy van egy olyan feleséged, aki támogat téged a munkádban. Meg egy hitem. Én azt hiszem, hogy ő nélküle mindez nem valósulhatott volna meg, vagy nem biztos, hogy ilyen szép képek lehetnének itt előtt.
Már most odaadom. Tehát még egyszer köszönöm, hogy, hogy elfogadtad a fölkérésemet, hogy az évfordulós év első kiállítása a tiéd legyen. Elfogadtad a fölkérésemet, hogy ezen a galérián megmutasd a kincseidet nekünk, és ezúton is szeretném megköszönni az önkormányzati kollégáimnak, Kisa Erzsinek, Bányai Robertnek és Bányai Attilának, és még tudom, hogy néhány önkéntes segítőd volt, akiknek köszönjük, hogy, hogy segítettek ennek a kiállításnak a megvalósulásában, és kérem azt, hogy minél többen nézzék meg. A vendégkönyvet megnyitottam, kérem, hogy mindenki írja be a véleményét, lássa el a kézjegyével, és remélem azt, hogy nagyon-nagyon sok látogatója lesz ennek a kiállításnak. Én köszönöm még egyszer az önkormányzat nevében, hogy ezeket a műveidet az évfordulós év alkalmából elénk tárod, és ilyen szép gyűjteményben bemutatod nekünk. Ezt boldogan tettem. Köszönöm szépen. Ezt nagyon boldogan tettem. Köszönöm a meghívást a polgármester asszonynak, meg ezeket a gyönyörű bevezető szavakat. Kisunokáimnak nézzék előtt még a pénzt. És nagyon boldog vagyok, hogy ilyen sokan megtiszteltek a látogatásukkal. Először is megköszönve az énekarnak, akik a csodás dalaikkal illusztrálják, díszítik itt a kiállításomat. A képeim, ahogy a polgármester asszony mondta, valóban az átélt élményeim. Hiszen nem lennének hitelesen megfestve, ha ezt az időt én nem az 50-es évek gyerekkorában élem meg. Ezek ugyanis az 50-es évekről szólnak, illetve átnyúlik egy kicsit 60-ban. A szőlőkultúránk most már hála Istennek Európa szerte is, mert magamról nem sokat akarok mondani, hiszen elmondta a polgármester azt, hogy én egy bohém ember vagyok. Időként túlzottan is bohém. Igyekszem visszafogni magam az idő múlásával, azt hiszem, hogy visszafogottabb leszek. Ezt nem ígérem, csak remélem. Szeretném itt megemlíteni Alföldi Albertnak azt az irányú indítatását, amikor azt mondta nekem valamikor a festészetem 32-35 évesen kezdődött. Még akkor nem voltam az alkotótábornak, merre vagy, Berci? Még nem voltam a tábornak a lakója, idézőjelben. A Bardóc Lajosékkal kezdtem, ő egy nagy király, a Lajos király. Én az időtájba kezdtem festeni, és Mateókat is később ismertem meg szerencsémre. De viszont köszönöm most itt neked a nagy nyilvánosság előtt, hogy te voltál az, aki azt mondta, Pali, ha témát keresel, akkor a helyi is bábokat fessük. Az ötlet Alföldi úrtól származik, úgyhogy megérdemel ezt a választ. Valószínűleg így is rájöttem volna, de ez a sugallat nagyon jól esett. Nem akarok senkit fárasztani, érezzétek magatokat jól, élvezzétek a képeket, javaslom, hogy azért egy kicsit legyetek ilyen, hogy is mondjam csak, lássatok bele a képbe, elemezzétek a képet, sokkal többet árul el, hogyha egy negyed órát, ott, nem negyed órát, mondjuk mit több x időt, ott álltok és a kép, elgondolkoztok rajta, itt igen sokan vannak olyan korosztálybeliek, akik, hát nem olyan igen sokan, már lassan én tegezhetek mindenkit, mert a legidősebbek közé tartozom már, de akik velem egykorúak, tudják, hogy miről beszélek.
Duna folyik és folyik, éjjel-nappal tengernek, sokan útnak erednek, soha vissza nem jönnek. Visszatérnek a pecskék, a gólyák is tavasszal, de ki magyar földet téved, nem találkozhat azzal. Gazdag ország Magyarország, gabonas bor terem bőven, Günzburgban is kidobolták a hajók már a kikötőben. Hús, baromfi, lábas jószág és járóföldnyi a legelő, téged is vár Magyarország, aranykort áld a teremtő. Szerencsét próbálni ment a mátkám, nem önmagáért, nem unalomból, mire harmadszor nyílik a kökény, érted jövőt, mint vőlegény. Hetedszer nyílt a kökény, sírban fekszik a vőlegény, szeretnék mellette lenni, hol nyugszik, nem tudja senki.